before you count to three, I'll turn and go away. It's just like hide and seek, but you cannot find a way to my hideaway, my place to stay. You cannot come with me, you cannot see my place. It's not on this greedy earth, it's not in outer space. My hideaway, my place to stay. Somewhere over the rainbow, it feels like home. That's where I dream when I'm alone. You lie, you fake, you sell this shit. You stink, you snake, you make me spit. You're loud, you cold, you make me run away. You lie, you fake, you sell this shit. You stink, you snake, you make me spit. You're loud, cold, you make me run away. See my place. It's not on this greedy earth, it's not in outer space. My hideaway, my place to stay. You all just wanna eat me, you mad to suck my brain. I cannot stand your forces, I disappear again to my hideaway, my place to stay. Somewhere over the rainbow, it feels like home. That's where I dream when I'm alone. You lie, you fake, you're selling shit. You stink, you snake, you make me spit. You're loud, you're cold, you make me run away. You lie, you fake, you're selling shit. You stink, you snake, you make me spit. You're loud, you're cold, you make me run away. Shell because you're selling shit. I can stay, I get away because you make me spin. You're too much and you're too cold, you make me run away. Run like hell, I need my shell because you're selling shit. I can stay, I get away because you make me spin. You're too much and you're too cold, you make me run away. Gábor, te nemrég vagy a csapatban, idézőjelben nemrég, de nem volt furcsa ezt a dalt úgy énekelni, hogy ezt eredetiben még más énekelte? És megjegyzem, nagyon jó így. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy kezdjem, mert hát nyilván, amikor megíródtak ezek a dalok, akkor én nem voltam benne, tehát volt egy kicsi olyan feelingje az elején, mint hogyha cover számokat, tribute számokat énekelnék, de hát nyilván akkor lett teljes a zenekar, még igaz a zenekar, amikor már magaménak kezdtem érezni ezeket a dalokat, és most már bőven jó ideje ott tartok, hogy már nem úgy érzem, hogy feldolgozásokat játszok, hanem a saját dalainkat játszuk. Hirtelen azon gondolkodtam, hogy amikor egy csapatban énekest váltanak, akkor ugye az új énekessel készülnek dalok is, de amikor visszatérnek egy régebbi dalhoz mondjuk koncerten, akkor az általában nem úgy szól, mint az eredeti, és vannak olyan élmények, hogy ez csalódást jelent. De ez esetben, ahogy ezt most előadtátok, ez teljes élmény volt, és tökéletes volt, hogy nem volt ebből nehézség, vagy nem volt neked olyan, hogy én ezt nem fogom elénekelni, mert ezt én eredetileg nem én éneklem, és így tiltakozom. Hát nyilván kicsit nehéz volt az elején, hát figyelj, Balázsnak más hangszíne van, másképp énekel, mint én. Volt olyan dal, ma is van olyan dal, ami egyszerűen nem passzol annyira az én hangomra.
Azokat valószínűleg nem is játsszuk annyira. Meg hát ki kellett gyakorolnom olyan dalokat, amelyek egyszerűen nem annyira passzolnak az én hangomhoz, de addig szarakodtam velük, bocsánat, ameddig szabad ilyet mondani? Az még kicsi bolondó. Addig tökölöttem velük, ameddig... Megoldottam. Ameddig valahogy kijöttek. Meg hát nyilván biztos van olyan ember, aki azt mondta, hogy nekem ebből nem kell, köszönöm szépen, Balázs tetszett, ez nem tetszik, ez az új. De szerintem rengeteg új embert is behoztunk, és hát lassan-lassan újraépítettük a zenekart, sőt úgy érzem, hogy pont a karantén előtt már ott voltunk, ahol szerettünk volna elérni egy bizonyos pont, tehát arra azon a ponton voltunk, és akkor beütött ez az egész, és akkor mindent. Hát nem kezdhetjük előről, de érted, a teltházakat csinálunk, és akkor már nincs, aki teltházakat csinál. Nem akarok annyira beszélgetni az elmúlt 20 évről, inkább csak a közelmúltról. Nálatok nagy volt az utóbbi időben a fluktuáció, és most összeálltatok így öten. Most mi van veletek? Mi történt? Hogy jutottatok ide, ahogy vagytok? És most nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen tömegközlekedési vagy autóval jöttetek ide, hanem hogy mi volt az eddigi utatok mondjuk az elmúlt 2 évben. Megcsináltuk a egyik legjobb lemezünket most évvégén, és elindultunk volna vele turnézni, és erre nem lehet. De majd talán 15-én lesz az első koncertünk. Amióta bejött a karantén helyzet, ti nem zenéltetek együtt? Próbáltunk csak, kb. Annyi volt az egész. Ja, hát akkor de jó, hogy itt vagytok. De ugye rosszul emlékszem, ugye nem emlékszem, rosszul nem csináltunk. Nem, egy klippet csináltunk, de azt is otthon. Úgyhogy hát erről is beszélünk akkor. És egyébként is el kéne nektek magyaráznotok azt, hogy az elektronikus zene hogy néz ki akusztikusan, mert 3 gitárt hoztatok, szájharmonikát, és még mellette vokáloztak. Igen, átmentünk blues zenekarba közben itt a pandemik alatt, mert azt hallottuk, hogy az áramot is el fogják vonni, úgyhogy ez marad nekünk. Nem igaz? Készülünk, mindig is voltak akusztikus koncertjénk, illetve van egy akusztikus oldala, úgymond a zenekarnak, és egyébként is ez nem egy tiszta elektronikus zenekar, hanem ez egy ilyen fúziós elektronikával fúzionáló műfajokat sűrítünk bele a zenénkbe. Koncerten, például rockot. Koncerten pont azt akartam mondani, hogy koncerten szerintem inkább rock zenekar vagyunk, ilyen elektronikus. Hát van benne elektronika is, de ott gigizik a gitár, meg ugrabugrálunk, meg rázunk. Tehát akkor egyáltalán hol érvényesül az elektronika nálatok? Oké, hogy Titus gyakorlatilag, amiben áram folyik, abból hangot csinál, és amiből hangot csinál, abból zenét, de hogy mégis? Vannak azért szintik benne, de hát szinti csak nem csak a szintiről szól, meg nem csak dobgépekről szól, sőt az új lemezen teljesen élő dob van. Az előzőn is élő dob volt, csak akkor ugye egy elektromos dobot püfölte benő, de most akusztikus rendes dobot felvettünk, és szóval van benne elektronika is, de mondom, keveredik nálunk a rock, a gitárhangzások, illetve az elektronika. Ez egy dalközpontú zenekar. Most, hogy egyik számba több az elektronika, a másik több a torzított gitár, ez dalonként. To me, I'm hiding. To your lips, to your knees, to your eyes, now you see I'm there. For the past, for the youth, for the lies, for the truth, I'm fighting. But I can't stand the way it makes me feel. 'Cause I've touched the sun, now I'm on the run, I'm sunburned. And I hide in the shade of the love that you gave to me. 'Cause I'm down on my knees, would you help, would you please? I'm crying. 'Cause I want it so much and I want it to touch again. And I keep flying and I keep falling back to the stone cold earth. And I keep flying and I keep falling back again to the land of your silence, to the heart of your gold.
the sea, to your love and to me I'm hiding. To your lips, to your knees, to your eyes, now you see I'm there. When I'm up in the air, I climb on the hair of lightning, and I burn and fall again back to your land. And I keep flying and I keep falling back to the stone cold earth. And I keep flying and I keep falling, falling back again to the land of your silence. Környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Most már van két nagy lemeznyi Gáboros számunk, úgyhogy most már koncerten is inkább, egyre inkább az újakat énekeljük, illetve énekli a Gábor, amiket már együtt írtunk. Ha valaki megkérdezi, hány albumot mutattunk, akkor én azt mondom, hogy kettőt, de mert nem gondolok. Hát valahogy érted, azóta vagyok a zenekar tagja, amióta ez a két album van. Meg hát, hogy dicsérjük meg a második albumot, mert szerintem ez az első albumnál szerintem kísérleteztünk mindannyian egy kicsikét. Mi az, ami, tehát nagyon jó az az album is, csak hogy ennél a második albumnál érzem legalábbis én úgy, hogy énekileg most eljutottunk arra a pontra, amikor összefortunk, megtaláltuk, hogy mi az a hangnem, ami nekem jól szól, mi az a hangszín, ami... Igen, mert az új első lemeznél, tehát ami egyébként az a hatodik, ott még egy, amikor a Gábort bevettük, egy csomó szám már meg volt úgymond írva, és azokat is úgy vette át, hogy azok már nem volt benne a keze, vagy a lába, vagy a nyelve, vagy nem tudom milyen. Ki akarta Gábort? Ki szerezte? Honnan hoztátok? A Benő találta Erdélybe az erdőbe. Hozzá akarsz szólni, te is adjam a mikrofon? Igen, mondja el a Benő. Mondjam el azt a sztorit, hogy szegény megláttam az útszélén, és nagyon ázott volt. Tényleg már éhes, látszott, hogy ugye nagyon vékony. Igen. Mindegy, tehát az a lényeg, hogy egy másik zenekarommal játszottunk Kolozsváron. A Hiperkarmával játszottunk ott, és Gáborék voltak az előzenekar. Aztán én nem jó fejség tudom, nem nagyon szeretem, amikor előzenekarunk van, mert mindig kölcsön kell adnom a dobot, tehát ilyen... Nyugodtan vedd fel, addig beszélgetünk. A sztoriba vagyok. Végre megszólaltam. Igen, bocs. Szóval, hogy ilyen magam baroskodva ültem a backstage-ben, hogy nem, már most használják a dobot, megint itt egy előzenekar, ezért már itt kellünk még két órát, és egyszer csak valaki elkezdett énekelni, és így rohantam ki, hogy úristen, mi ez a hang. És ugye az akkori menedzserünkkel ott beszéltük, hogy biztos, hogy őt a Karbonba elhozom, aztán így gyakorlatilag még aznap megkérdeztem, írt is, hogy akkor mikor kell Pestre jönni. Hát akkor pont egy másfél éve szüneteltünk kb. Valami ilyesmit. Tehát, hogy akkor egy ilyen, körülbelül az utolsókat rúgtuk kitartásba, hogy így azt vártuk, hogy jó, hát ha most nem jön valaki, akkor ebbe úgyse lesz semmi. Milán az mindig írta nekünk az e-maileket, hogy nem adhatjuk föl, csinálni kell csinálni. Aztán közben megtaláltam Gábort, és igazából tényleg azonnal írt, hogy ez tetszik neki, szeretne jönni. Volt egy meghallgatás, amin ő volt a befutó teljesen. Akkor volt még 3-4 másik nagyon jó énekes, csak így hozzánk vagy közénk Gábor passzolt a legjobban. Értjük, milyen ez. Akkor ezzel mentetted meg a zenekart? Mert itt nagy kérdés volt, hogy hogyan tovább, kivel? Hát
Tulajdonképpen igen, de a Milán biztatására nem adtam fel. Zenélni tudtatok így együtt valamilyen úton módon interneten keresztül, nem. Hogy mindenki otthon volt? Nem erre volt? Vannak platformok, csak nem tudom mennyi a csúszás, vagy késés, illetve technikailag ez hogy jött össze, nem csináltuk. Uh-huh. Meg jól is esett az az igazság, hogy amiután az első próbánk meg volt a karantén után, hát hihetetlenül a legjobb próbánk volt valaha. Nem zeneileg, de hogy jól éreztük. Tehát neked hogy jött az, hogy egy ilyen idióta felszerelésben, alsógatyában, sötét zokniban, pólóban legyél a videó? Tehát ez lyukas valami... zokni, lyukas zokni. Lyukas... De hogy? Tehát hogy semmi olyan gondolat nem volt, hogy azért ez ciki. Tehát, hogy... barátnő mondta is, hogy szerint, hogy ez egy kicsikét már nagyon, nagyon gáz, meg hát ciki. De, hát a gáz az, azt szerintem pont jó. De hát én úgy értettem, hogy az egész mögött az alapelv, hogy legyünk balfékek, hülyéskedjünk, marháskodjunk, nézzünk ki idiótán, és akkor az is történt. Hát az volt a koncepció, hogy mindenki a saját kis lakásában, a saját körülmények között, a saját otthoni rosszalkodó ruhájában van, csak úgy nyomja, mintha a Wembley-ben lenne. Tehát ez volt a koncepció. Meg hát olyan fura lett volna tudod kiöltözni nagyon gyönyörűen, meg mit tudom, koncert ruciban, és akkor ott otthon a nappaliban, ott rázom a fejemet. Az hát, elismerést. Akkor rájátszottunk. Kicsit. Megkapod az elismerést, mert nagyon jól megértetted a feladatot, és kimaxoltad abszolút. Még volt egy-két olyan dolog, ami nem került be szerintem. Szelíden sír merengve, elhagyott, madarát keresve, remegve kutatott. A hó lehult a lábam, megdermett, madarát keresve, kérte a kegyelmet. Ritka lények megigéznek, mondd nekem, mit innál? Volt előtted, lesz utánad, mondd nekem, mit adnál? Többet. Folyosókon vonszolom magam át, tükörben nézve, homályba vészve, tekintetem többé nem tapad rád, és nem veszlek észre. Szelíre sír merengve, elhagyott, madarát keresve, remegve kutatott, a hó lehult a lábam, megtermett, madarát keresve, kérte a kegyelmet. Néma hangját a vadnak, hagd a lát az áldozatnak, rég elvitte a hóvihar. Hosszú már az árnyék, s a hó végül mindent eltakar. A lovány a hold az ágyon, keserű a lány, de mégsem bánom. Megiszom, bár nem kívánom, kell az álom, kell most minden áron. Folyosókon vonszolom magam át, tükörben nézve, homályba vészve, tekintetem többé nem tapad rád, és nem veszlek észre. Szelíden sír merengve, elhagyott, madarát keresve, remegve kutatott. A hó lehult a lábam, megtermett, madarát keresve, kérte a kegyelmet. Néma hangját a vadnak, hagd a lát az áldozatnak, rég elvitte a hóvihar. Hosszú már az árnyék, s a hó végül mindent
megmerengve, elhagyott, madarát keresve, remegve kutatott. Ahol lehújt a lábam, megdermett, madarát keresve, kérte a kegyelmet, kérte a kegyelmet. Mi ma hangját a vadnak, hagyd a lát az áldozatnak, rég elvitte a óvihar. Hosszú már az árnyék, s a hó, hó végül mindent eltakar. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Kirázott a hideg. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez elképesztő, srácok, és hogyha még van rá lehetőség, és nem csak azért, mert a kiadó mondja, hogy csináljatok magyar dalt, akkor csináljatok. Nem tudom, meggyőzzük Tituszt. Titusz? Én meggyőzhető vagyok. Összekancsalított. Hát jó. Na, terveztétek ezt az évet, és hát minden úgymond összedőlt, sehol nincsenek a tervek megvalósulásai. Ezek után ez benneteket hogy érint, mivel foglaltátok el magatokat az elmúlt hónapokban, és innen hogyan tovább? Nézzük, hogy mivel foglaltátok el magatokat. Én szerencsés vagyok, mert ott van a kis stúdióm, ahol lakom, és ott azért itt gyártottam zenét, illetve zenélgettem. Többiek majd elmondják, hogy én is elkezdtem gitározni, ékszereket gyártani, dalokat írni. Összességében igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire viselt meg benneteket, és hogy mi ennek a pozitív hozadéka. Hát lelkileg annyira nem, mert hogy jól esett nekem személyesen, jól esett különben ez a kis szünetecsket, de hát anyagilag nagyon, meg hát hiányzik azért a koncertezés az. Tehát mondom, az a zenekari fizú része az teljesen megszűnt. Egy kis jogdíj jött, az nagyon jól fogott éppen akkor. Hiányzanak a koncertek konkrétan, az azért. Az éjszakázás annyira nem. Hát volt egy ilyen kis beszélgetésünk erről a fiúkkal is, hogy valamit csináljunk, hogy ne kelljen éjszakázni. De... Hát gyerekdalokat mondjuk. Hát igen, vagy keresünk annyit, hogy szállodában lakjunk, mert tudom, hogy ne kelljen hazajönni. Igazából nekem annyi volt, hogy... Már egy idején kicsit ilyen befásultam, mentem koncertről koncertre, mert nekem kettő a Hiperkarma, meg a Carbon Force együtt, és így már nem tudtam igazán értékelni, hogy ott vagyok a színpadon. Bocsánat. Igattam. Azóta meg, hogy most végre volt próbánk, mert minden most egy olyan lett, mint amikor utoljára gimibe volt ez az érzés, hogy végre mindent letettem a munkát, meg mindent is mehetek próbálni, és tényleg én mindenkin azt láttam, hogy ilyen örömmel próbáltunk. Nem ez a jó van, lesz két koncert most, akkor próbálni kell rá, hogy jól sikerüljön minden. Úgyhogy talán ez egy ilyen öröm az ürömben, hogy most megint egy kicsit így a lelkesedés visszajött, és tényleg. Én azt érzem, mint amikor elkezdtem, amiért elkezdtem a körülbelül a gimnázium elején, hogy na, akkor végre zenélés, és tényleg így mosolj meg minden közben. Én tulajdonképpen teleraktam a mindennapjaimat az első perctől kezdve tulajdonképpen tényleg mindent elkezdtem tanulni, amihez így éppen megjött a kedvem. Ügyes. És rengeteg online kurzust felvettem, és bújtam őket minden nap, meg én is elkezdtem még többet edzeni. Nem mint látszik rajtatok. Látod, ez jó, a gond. Hát nem ez a súlyzós edzés, hanem inkább a kardió, meg az nekem egy... Szárkásítasz. Igen, bár nincs mit, de igen. Illetve otthon voltam, és tulajdonképpen én is lelkileg elég jól éreztem magam, mert tényleg csupa jó dologgal tudtam foglalkozni, és rengeteget tudtam lenni például a barátnőmmel is, akivel meg kevésbé lehet, amikor, mert ő ugye fordítottan dolgozik, mint én, rendes irodai munkája van, és akkor így viszont együtt voltunk. Jó. Nálunk a gyerek volt a középpontban. Én úgy fogtam fel, hogy ez egy óriási családi nyaralás. Tehát ebbe próbáltam kapaszkodni, és nagyon jó volt, mert a gyerekkel nagyon sokat játszottunk, megtanult biciklizni, megtanult görkorizni, együtt lógtunk állandóan, nagyon sokat tudtam gyakorolni, meg hál' Istennek az online tanítás megmaradt. De nekem is nagyon hiányzott a koncertezés, tehát azért majdnem minden nap játszottam odáig. Meséld erről, felkészültél az apokalipszisre és az ágyás vagy. Ágyás, igen. Hát, ma Milán nem fog éhezni. Hát az túlzás, hogy elkezdtem mezőgazdasággal foglalkozni, de csináltam kis kertet otthon, és akkor elültettem magokat, amiből nem kelt ki semmi. Viszont a beásott krumplihelyből kikelt a krumpli, úgyhogy legalább
legalább valami van. Ezek csupa jó hírek, és jó, jó ezt hallani, hogy idézőjelben pozitívan éltétek meg, és mindannyiótok számára volt ennek a dolognak egy pozitív hozadéka. Beszéljünk még majd arról is, hogy akkor most ezek után mi következik, mire számítotok, hogy terveztek, mit hallunk most dalban? Most az Automated című számot, ez is rajta van a Sunburn. A másodikon, ugye? A második. Másodikon. A második legutóbbi hetediken. Úgy oké. Okay. At 4 o'clock, and I feel I'm out of time. Time worn boats tied to dock while I'm looking for a sign. And everyone fits in a box with a dumb smile on their face. And when the walls are closing in, I realize I hate this place. I think I should have known this is what you get when you give the lead to the marionette. And don't be surprised when it feels just like a dream. I wanna feel like a human. I feel like a machine. I'm automated and I'm nothing. Reflection loves me so, allows me to play the game. Don't know if you're friend or foe, don't know if we're the same. There is nothing, nothing that I can do. Just look around, you know that it's true. Just slave away and be a good boy all the time. Cause I've been down, I've been down this road before. It's pouring out of every pore. Boy, don't run from yourself. Nagyon komoly srácok. Carbon Fools, itt a 98.6 Manna FM-en. Elképesztő. Fújjátok ki magatokat nyugodtan. Nagyon gyorsan eltelt ez az idő. Hát ugye élőben örömzenélünk, ez mindig gyorsan eltelik. De egy gyors kérdés csak, hogy a jövőt illetően. Mire készültök? Mire számíthatunk így a jövőben, és ti mire számítotok? Mondjatok jó híreket. Hát ez nagyon-nagyon bizonytalan szerintem. Szerintem mi sem tudjuk igazából. Azt tudjuk, hogy zenét írunk, és egy következő album gyorsan jön, mert itt főként Titus nagyon termékeny.
Mi úgy tudunk csinálni koncertet, mivel hogy ez az 500 fős limit van, hogy vagy kettőt csinálunk, akár egymás után, hogy délutáni. De ez nektek működik? Minden. Működhet? Még nem próbáltuk. Aha. A két nap egymás után az persze működik, de mivel hogy sok zenekar van, és mindenki úgymond kiszalad koncertezni, nem olyan egyszerű. Úgyhogy mi lesz szeptemberben, meg decemberben, sajnos még nem tudjuk. Igazából ez legrémisztőbb az egész járvány dologban. Mi most egy kicsit jól elhéderezünk otthon, illetve zenélgetünk, meg próbálunk. Persze hiányzik a koncert. A legrosszabb az egészben, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, hogy mi lesz velünk. Srácok, sok szerencsét kívánok nektek, rengeteg boldogságot, és még több örömzenélést, és ezt folytassátok, legalább ezt folytassátok, amit mi most itt megtapasztalhattunk valamit. Köszönjük nagyon szépen, és köszönjük, hogy itt lehettünk. Nagyon-nagyon jó volt. Köszönjük. Manna FM. Örömre hangol.